Idén ünnepli megalakulásának 150. évfordulóját a Karcagi Nagykun Vadásztársaság. Közgyűlésüket követően este jótékonysági bált rendeztek Berekfürdőben. A bálozókat és a Karcag Televízió nézőit Hubai Imre Csaba, a Karcagi Nagykun Vadásztársaság elnöke köszöntötte. Megépült, elkészült a Sámándob, ami azt hiszem egy világhírű építmény, ami összetartozásunkat jelenti a továbbiakban, mint kultúrközpont is, és mint egy értékes beruházás, ami tovább viszi a világ minden részére a nagykunság hírnevét. A térség országgyűlési képviselője, F. Kovács Sándor is tagja a Karcagi Nagykun Vadásztársaságnak. Köszöntőjében kiemelte, hogy parlamenti elfoglaltsága miatt egyre kevesebbet tud részt venni vadászatokon. Én nagyon sajnálom, hogy nekem egyre kevesebb időm van arra, hogy ez a csodálatos szenvedély, ez a csodálatos sportnak hódoljak, de tudom, hogy nagyon sok minden kell egy vadásznak, egy jó vadásznak, hogy igazi jó vadász legyen. A felszerelésen, a lehetőségeken kívül kell nagyon sok türelem, hiszen ha valaki lesen ül, akkor kell a türelem, és tudjuk azt, hogy a pároknak is, a feleségeknek is kell a türelem a vadászhoz. Én kívánom azt, hogy ezen a mai estén köszönjük meg párjainknak, feleségeinknek azt a türelmet, amit nélkülük töltünk a vadászatok alkalmából, mert tudjuk azt, hogy vagy abban reménykedünk, hogy hiányolnak bennünket, amikor oda vagyunk vadászni, és ebben a tudatban köszönjük meg nekik azt a nagyon sok türelmet, ami egy vadászfeleségnek, egy vadászpárnak kell. Karcagváros polgármestere is szólt a bálozókhoz. Kiemelte, aki kicsit mélyebben néz a vadászat mögé, az tudja, hogy a vadászat egy szolgálat, hiszen a vadgazdálkodás, az odafigyelés, a természet megfigyelése és segítése. Ugye többen azt hiszik, hogy a vadászat az mindig csak szórakozás, és kint az erdőben a friss levegő lehet sétálgatni, az milyen jó dolog. De aki egy kicsit mélyebben néz a vadászat mögé, és nekem is vannak olyan rokonok, akik hál' Istennek erre megtanítottak és felhívták a figyelmet még elég kisgyermekként, a vadászat az egy szolgálat, hiszen a vadgazdálkodás, az odafigyelés, a természetnek a megfigyelése és segítése, az, hogy megmaradjon hosszú évekig, évtizedekig, az bizony nagyban köszönhető a vadászoknak, annak a vadásztársaságnak, vadásztársaságoknak, amelyek az országban vannak. És hát külön megtiszteltetés ebben az évben itt lenni ezen a bálon, hiszen a Karcagi Nagykun Vadásztársaság a 150 éves fennállását fogja ünnepelni ebben az évben, amelyhez külön gratulálok. Nagyon nagy dolog az, hogy egy szervezet ilyen sokáig talpon marad, életben marad, és végzi ezt a komoly feladatot. A vadászszezonnak vége márciusban. Hagyják a természetet pihenni, a vadállományt regenerálódni. A vadászok húvják környezetüket, élőhelyüket. Így ilyenkor van itt a bálozásnak az ideje a vadászok számára, mondta Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke. Ilyenkor van itt a bálozásnak az ideje számunkra a vadászok számára, hiszen mégiscsak március eleje az már a pihenőre vonulásnak a kezdete. És hát a közelgő nőnapnak is egy nagyon fontos jelentősége van, hiszen ahogy képviselő is említette, elsősorban el van férfiasodva ez az ágazat, bár szerencsére dianák is vannak közöttünk, és őket is nagy szeretettel kell, hogy köszöntsem, de el vagyunk férfiasodva egy kicsit, és ilyenkor a hölgyeket nem csak abból a szempontból tiszteljük meg és köszönjük meg a párjainak, hogy elengedtek bennünket vadászni, hanem azért is, mert közeleg a nőnap, közeleg az a nap, amikor az egész világ odafigyel arra, hogy a nőknek a jogai, a nőknek a szeretete, a nők felé való odafigyelés az minden évben kellő hangsúlyt, kellő nyomatékot kapjon. És mit is mondhatna egy házigazda, hogy a ma estéhez hozzá tegyen valamit? Én azt kívánom, hogy tényleg érezzük magunkat nagyon jól a ma este folyamán. Legyünk egy kicsikét
lazák, legyünk egy kicsikét társaságban, legyünk egy kicsikét vadász társaságban, a szenvedélyünk is összeköt bennünket, de a barátság is, mert hogy nem csak a szenvedély, hanem a barátság is összetartja ezt a vadásztársaságot. Immáron 150 esztendeje az ország legnagyobb apróvadas vadásztársaságaként élvezhetjük azt a bizalmat, amit egymásnak is köszönhetünk, és ami által ez a vadásztársaság ilyen gyönyörű szép múltat élt meg. A vacsora után hatalmas vadásztortával lepte meg a vendégeket Periti Róbert, a parkétterem mestercukrásza. A bálon a jó hangulatról a Roulette Show-ben gondoskodott. Az est tombola bevétele is a társaság vadgazdálkodását segíti.